Szét hull a nagy ország, elzűlik a szittya. Csillagösvény hunnyainak elkapott az íja. Testvéreink egyre hangosabb jajszava, mint a vulkánokból kitörő lávarobaja. Már lehűlt a vadnép tomboló lángja, ám de még lapulott tűz a parázsban. Volt már, hogy egy lobbanással feltámadt, és a kegyetlen pusztítás beáradt, mint a vulkánokból feltörő láva, halált szóva az elnyomó igára. Budai Nagyantal már megmutatta, az egész világot a nép uralja, és ha az fel kell, izzó vasharaggal, földet megemésztő forradalommal, a gonosz zsarnokokat Isten óvja, győztesnek van számva a nép sorsa. Győztes, mint a magyar népnek nemzete, melynek magját a nagy Nimród nemzette. Ki ott él, büszke szívünkben elrejtve, a dicső múltunkat bátran felfedve, melynek hírétől a világ rettegett, mint a bárány, kire farkas szemetnek. A magyarság sikolyai árasztják el a Szent Korona lelkét magába ivódó Kárpát-medencét. Ki fog segíteni ezen a haldokló, magára hagyott nemzeten? Egység, erő, ellenállás. Turánia Rádió, a nemzetegység hangja. Isten oltalmazzon minden nemzettestvért. Üdvözöllek titeket, magyar nemzettestvéreim, a Turánia Rádió első adásán. Első mai témánk a demokrácia intézményének tanulmányozásával fog telni. Gondolom, arra már ti is rájöttetek, hogy ez egy teljesen hazug és felesleges intézmény. Kiábrándultunk miatta teljesen az egész politikából. Évek óta nem nézzük a híreket a televíziókból, nem hiszünk a demokratikus árazban, és a politikai kaszta kívül bojkottáljuk a banki és a vallási intézményt is, ez a felismerés pedig egyre csak erősödik, és növekszik bennünk. Még mielőtt mélyebben belevetnénk magunkat ebbe a témába, hallgassunk egy kis zenét, és ha már zenét hallgatunk, akkor küldenénk a demokrácia híveinek egy számot, egy dalt a Bomber Együttestől, amelynek címe Legjobb a hülyéknek.
Egység, erő, ellenállás. Turánia Rádió. És témánk a demokrácia. Jöhetnek Fideszek, MSZP-k, LMP-k és Jobbikok. Mi nem kajáljuk be azt a maszlagot, amivel minket etetni próbálnak. Hiszen a politikusok nem fognak és nem is tudnak problémákat megoldani. Még akkor sem, ha bekövetkezne az az utópia, hogy sikerülne becsületes, felelősségteljes politikusokat a parlamentbe juttatni. Egyszerűen nem képesek erre, másra lettek nevelve. Ők csupán törvényeket, gazdasági rendelkezéseket hoznak, és háborúkat indítanak nem csak a szószoros, szigorú értelmében. Összeesküvés elméletnek tartják hivatalosan a mi nézeteinket, ám az igazság gúzsba kötve, megalázva, összeverve és elhallgatva is igazság marad. Van a királyok trónszékei mögött valami még hatalmasabb, egy láthatatlan háttérhatalom, ami a királyokat drótokon rángatja, mint a marionett bábukat. Ezek a világ leghatalmasabb bankárkasztú vállalatai, a monetáris világrendszer elitjei, a valódi világurai. Ezek a tényleges uralkodók a demokrácia állarca mögé bújva irányítanak és felügyelnek mindent a világban, ahogy azt az érdekeik akarják, és ez az érdek nem más, mint a féktelen profitszerzés, akár a nemzetek, a természet, sőt a bolygó rovására. Ezért kell átalakítani nekik az emberi társadalmakat birkanyájá, ahol a birkák bégetve állnak a futószalagon a feldolgozásukat várva, nyírják és levágják őket. Ez természetesen vad, általános elégedetlenséget váltana neki az emberekből, ha rájönnének, mi is ténylegese a valódi helyzet. Így el kell ezt takarni valamivel, és mi mással lehet jobban, mint a színházi függönnyel. Nem képesek sajnos az emberek a függöny mögé látni, és elhiszik ezt a színházat, ezt a cirkuszt, amivel minket etetnek és mérgeznek. Íme a demokrácia, ahol megadják nekünk a szabadság, a választás illúzióját 4 évente, azonban tulajdonképpen csak a világot uraló elit emberei közül választhatunk. Az egyébként is szándékosan szétosztott, agyonklikkesített társadalmakat még jobban széthúzzák az oszd meg és uralkodj elven, hogy még mesteribb legyen a hatalmuk bebiztosítása. Ha pedig ez nem volna elég, akkor a kezükben korlátlanul összpontosuló, fegyverként használt média, materialista, hazug szemétjével félrevezetik az embereket, és az erkölcsi szellemi értékrendjüket teljesen elkorcsosítják, lezüllesztik. Minden országgyűlési párt a zsebükben van, aki pedig nem, azt nem engedik a hatalom közelébe, azt szisztematikusan ellehetetlenítik. És az emberek mégis azt hiszik itt Magyarországon, hogy a Jobbik majd megváltóként rendet tesz, pedig az az igazság, hogy ők is részei ennek a cionista gépezetnek. Ők sem különbek a többi pártnál, ki van nekik is adva, mit tehetnek, és mit nem. Tehát a Jobbiknak nem az érdeke, nem lehet az érdeke az ország és a nemzet problémáinak megoldása. Nekik is csupán a profit számít, az, hogy bekerülhessenek minél nagyobb számban a parlamentbe. Ezt lehet akár tagadni is, ám csak saját magunknak hazudnánk. Kérdem én, mit tettek le ők az asztalra, a haza asztalára 2010 óta, amelyek valóban szolgálták annak a felvirágzását? Semmit. És nem is fognak, nem is tudnak, és nem is akarnak. Amíg létezik ez a demokráciának nevezett színház, ez a pártok cirkusza, amelyben a politikusok az állam irányítói, addig nem is lehet semmilyen komoly haladást, változást elérni. És az emberek nem képesek egyszerűen kilépni a demokrácia elavult, fejlődésnek gátat vevő medréből, annyira beléjük idegződött, hogy nincs más megoldás, hogy nem képesek más, sokkal emberközpontúbb társadalomban gondolkozni. Jön a logikus kérdés, mi a megoldás a demokráciának nevezett színházi komédiára, hogy kilépjünk belőle, és milyen társadalmi rendszerre kellene berendezkednünk. A demokráciát le kell dobni magunkról, mint egy kivedlett bört, vagy mint egy megunt láncot. Csak korlátoz minket a szellemi kiteljesedésünkben, önmeghaladásunkban. Ez egy hosszadalmas munka és feladat, az emberi elmékben kell együttesen forradalomnak kijelölődnie. Ez nem egy pár éves munka. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha azokat a társadalmi dogmákat, amelyeket belénk neveltek, képesek vagyunk magunkban elvetni és tévesnek ítélni. Azonban, amíg az emberek otthon szórakoztatásnak vélik a szappanoperákat a tévében,
amíg önző materialista vágyakban tomzódnak, amíg a pénz az egyedüli vágyuk, és amíg elfogadják ezt a globális bérrabszolgaságot, mondván, hogy nincs jobb lehetőségük, féltik a munkahelyüket és a családjukat, addig nem robbanhat ki a fejekben a szellemi forradalom, pláne nem együttesen. Tudnunk kell, hogy valamennyien különlegesek, egyéniek és megismételhetetlenek vagyunk. A különlegessé válás folyamata egy egész életen át tart. Tudásunk birtokában társak vagyunk az emberi fejlődésben, a különleges pillanataiban, a nevelés folyamatában, a legfontosabb nagy sikerében, vagy csupán egy örök élmény átélésében. Ugyanakkor itt az ideje végre belátnunk, hogy a rendszerben való gondolkodás elengedhetetlen része kell, hogy legyen az életünknek. Egy nagy, egész rendszer, egy organizmus részei vagyunk, és ha nagyobb szemszögből akarjuk látni, akkor azt is láthatjuk, hogy mind az univerzum részei vagyunk. Csillagporban vagyunk, minden létezés, alak, bármi az univerzumban sok-sok milliárd esztendős csillagporból van, mert nincsen más és különböző, csak az egységes egy, ami mindennel összefügg. A falevél is tartalmazza a napfényt, a vizet, a levegőt és a földet. Mégis minden élet, az összes egyén egyszerű és megismételhetetlen, mindnyájan különlegesek vagyunk, létezésünk szükséges, céltudatos. Ha szétnézel a már matematikailag meghatározhatatlanul végtelen fényévekre, bárhová, minden por, minden égitest, minden szupernova úgy is él, hogy halott. A világegyetem tágul, a bolygók szisztematikusan fejlődnek, és az üstökösök szüntelenül rohannak ellipszis pályán. Mindennek van célja és hivatása, mindennek van értelme és küldetése. Egy galaxisban több milliárd naprendszer tanyázik, és több galaxis honol, mint amennyi homokszem leledzik a világ összes tengerpartján. Csodálatos érzés tudni, hogy te is része vagy ennek az egységes egynek, hogy az életed az összes mikroszkopikus élettel, az élettelen fagyott porszemekkel, az örök mozgó atomokkal, a csillagok fényével mind-mind összefüggnek. Minek kell intézményesített vallás, ha ezt te tudod? Ez a tudat maga az Isten, és maga a Teremtő. Tudd tehát, hogy a jelenlegi társadalmi rendszer részei mi vagyunk, és ki tud változtatni a rendszeren, a rendszer részei azáltal, hogy a kapcsolataikat megváltoztatják, és átlátják, hogy milyen az egész hálózat valójában, annak gyengeségeit észrevenni, és megoldani a problémákat, és a rendszer változni fog. A jelenlegi emberi rendszerekben pedig be kell látnunk, hogy a leggyengébb pont a pénz. A pénz pedig annyira túl individualizálta, opportunizálta az emberiség lelkületét, mint ahogy a méreg hat egy szervezetre, és ez előbb-utóbb halált okozna. A nemzet egy küldetés egység az egyetemesen belül, amivel az emberiséget kell szolgálni. Az egyén problémái eltörpülnek egy közösség, pláne egy óriás közösség a nemzet problémájához képest, viszont a közösség csak boldog és szabad egyénekkel lehet sikeres, hosszú távon. Biztosítani kell az egyénnek és a közösségnek is a szabadságát és jólétét, ami a világ egyik legnehezebb munkája, ám a sikeres eredmény mindig megérté teszi a küzdelmet. Az ország társadalminak virágzó együttműködése pedig óriási motivációkra képes egy állam fejlődésében. Nagy tetteket csak is szabad és lelkes egyének vihetnek végbe. Azok a hazafiak, akiket az ősi nyelv, a történelmi hagyományok, az anyagi együttműködés és a sorsközösség szellemeket össze megmenthetik a nemzetet. Amidőn egy nemzet elveszti az irányt, és a nép önző céluk után rohan, akkor a nemzeti élet etikai alapja szétesik. Társadalmi viszályok, gazdasági nyomor és politikai ellentétek veszélyel fenyegetik a nemzetet. Ezért nagyon fontos a nemzetnevelés fogalom törvénybe és hétköznapokba iktatása, amelyet a média nemzeti kezekbe való vételével tudunk elkezdeni. A nemzetnevelés a nemzet egészét átjáró elv, amely középpontjában a nemzeti nyelv, irodalom, történelem és művészetek intenzív elsajátítatásával az összkollektív nevelés révén kíván a tanulókban, a jövendő felnőttekben ragaszkodást kialakítani az adott ország földjéhez, lakóihoz, kifejleszteni bennük az együvé tartozás, a közös érdek tudatát. Célja, hogy az ország lakosainak minél nagyobb része elfogadja az ország előtt álló legfőbb célokat, feladatokat, fejlesztési irányokat,
a történelmi küldetést és ezek érdekében tudatosan tevékenykedjen. A nemzetnevelés legfontosabb célja az ország lakosainak spontán együtteseiből a nemzet létrehozása, nemzetté nevelése. Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, sajátosságait, mint erekét megőrizni, és szeplőtlen minőségében kifejleszteni, nemesíteni erőit, erényeit, és így egészen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve, végcéljához, az emberiség feldicsőítéséhez vezetni, kérdem én, lehet-e ennél tisztább érzés? Mert ez egy nemzet történelmi hivatása globális keretek között, ennek szabad, hogy motiváljon minden egyes élő nemzetet. Így hangsúlyozom, a nemzetnevelés újra a legfontosabb pontot között kell, hogy szerepeljen a nemzetépítés munkájának napirendjei között. A szellemi megújulás nemzeti identitás után pedig a társadalmak képesek bármilyen kitűzött feladatot elérni, vezesse is útjukat bármilyen gránitkemény vagy ólomnehéz munka. Következzen egy kis szünet, és ebben a szünetben megint leadunk egy dalt, ami pont ide fog illeni témában. Az Avatártól a Gyertyák Chunky Kingnek következik. Mondd, mit remélhetek? Megtanították nekem, hogy én csak félhetek. Belénk verték százszor, hogy bűnösök vagyunk. Meddig kell még tűrni ezt, és fejet hajtanunk? Kapsik ezek tépik már a zászlót. Mögött átírják a jelszót. A béketűrés határait feszegetik a vének, s eltemetik a múltjukat, mire a gyertyák csontig élnek. Beléd táplált hazugságot mind igaznak érzed. A népbuti nevében tétté vált a léted. A dönkesejű csendben várt az alkalmas pillanatra, s most szabad madár képében ébred újra öntudatra. Kapsik ezek tépik már a zászlót. Hátunk mögött erő, ellenállás, turálni a rádió. Témánk a demokrácia, ám hamarosan a téma végéhez érünk. Már csak egy utolsó kérdést kell magunknak feltenni.
mi akadályozta meg vajon ezt a folyamatot, ezt a szellemi forradalmat és az átalakulást? Először is a demokrácia paradoxa, hogy meg tudnak bennünket osztani, és így is gyengítik a nemzetegységet. A nemzet egy hatalmas család, ahol minden nemzettestvér felelős minden nemzettestvérért, és egy nemzet hatékonyságának záloga a nemzetegység függvénye. Másodszorban meg kell állapítanunk, hogy a nagy nemzeti feladatok megvalósítására új nemzedékre van szükségünk. Ha Magyarországnak a közelmúlt eseményeit itt bizonyos történelmi távlatból vizsgáljuk, azt hiszem velem együtt minden nemzettestvére megállapíthatja, hogy a nemzedék más lett volna, gerincesebb, becsületesebb és magyarabb lett volna, ha jogászkodás helyett gyakorlatibb lett volna, és akkor az események nem úgy következtek volna be, ahogy bekövetkeztek. A nemzetnevelés szempontjából új irányra van szükségünk. Ha mi nemzethez lojálisak politikai előadásokban, azt valljuk, hogy értékes nemzet vagyunk, akkor kérdezem én, hogy ezeket az értékeket miért nem kovácsoljuk tökéletessé. Megvallom, én is azt tartom, hogy értékes nemzet vagyunk, amely arra hivatott, hogy államot fenntartson, kiépítsen, magasabb nemzeti kultúrában éljen, és vallom azt, hogy a nemzetben őserő és tehetség honol. Ha ezt megállapítjuk, akkor csak egy kötelességünk lehet ezt a nemzetet nevelni, tökéletesíteni, mert ha ez a nemzet műveltebb lesz, akkor nem csak ezt az áldott földet fogja jobban megmunkálni, az iparágokat jobban tökéletesíteni, avagy a magyar állam szempontjából lesz tökéletesebb állampolgár, hanem olyan erőtényező fog összehalmozódni ebben az országban, amely automatikusan szét fogja törni azokat a bilincseket, amelyeket reánk raktak. Ezzel végeztünk is a demokráciának nevezett intézménnyel. Ne felejtsük el, hogy ezt a szót, hogy demokrácia, mindig idézőjelben ajánlatos írni, ugyanis csupán egy illúzió, nem más, mint a világgyarmatosító cionista háttérhatalom állarca, színház, cirkusz. Aki ezt az intézményt kizárólagosítja és elfogadja, az magáról tesz szellemileg tanúbizonyságot. Egy felvidéki iskolába új szlovák tanár érkezik. Elhatározza, hogy felméri a terepet. Az osztályban az ismerkedés után megkérdezi. Gyerekek, ki közületek szlovák? Ketten teszik fel a kezüket a 30 fős osztályban. A tanár ezt elborzottba veszi tudomásul. De azért szeretne utána járni a miértjének. Megkérdezi az egyik gyereket. Te miért vagy magyar? Az édesapám magyar, az édesanyám magyar, a testvéreim magyarok, én is magyar vagyok. És ha apukád szarházi, és anyukád szarházi, akkor te is az vagy. Nem, akkor szlovák vagyok. Ennek örömére járjuk be Nagy Magyarország határait. Hallgassuk meg a Cool Headline-tól a Szép Hazánk útjain című számot. Vármegyén a nehéz vasárt korul.
Egység, erő, ellenállás. Turánia Rádió. A nemzetegység hangja. Ezzel első adásunk véget ért. Második adásunkkal jövő héten jelentkezünk. Amennyiben tetszett nektek a műsor, arra kérlek titeket, hogy terjesszétek és reklámozzátok. Végezetül pedig Kárpát-medencén innen és túl szeretném küldeni minden magyar nemzettestvéremnek a rengeteg kitartást és a hazaszeretet érzését, ami árassza el a világot úgy, mint ahogy a nap áraszt el bennünket minden reggel megváltó fényével. Egység, erő, ellenállás. Turánia Rádió. A nemzetegység hangja. Isten oltalmazzon minden nemzettestvért.